A mögöttem látható Mihályka Pupozsony középkori város erődítményének egyetlen fennmaradt kapuja. Jelenlegi formája a barokk építészetet tükrözi, mivel a 18. században épült. A torony tetején pedig sárkányülő Szent Mihály arkangyal részszobra látható, amely Jeller Péter alkotása. A pozsonyi várat a magyarok építették meg, éppen ezért nagyon sok magyar uralkodó tartózkodott itt. Többek között Mátyás király és Mária Terézia. Ha már a Mária Teréziát megemlítettem, az ő idejében a várban építettek egy víztározót. Mögöttem látható a koronázási templom. Erről azt kell tudni, hogy az 1500-as és az 1600-as években itt koronázták meg a magyar királyokat. Szám szerint 11 királyt és Mária Terézia királynőt. Még egy kis érdekességet elmondok róla, hogyha fölnézünk a templomnak a tornyára, akkor egy 3 méteres aranyozott koronát láthatunk, ami innen lentről még 10 centinek se látszik.